egy hónapja köszöntött be az ősz, a hatóságok többször felhívták a figyelmet arra, hogy az évszakkal együtt járó változások jelentős hatást gyakorolnak a közúti közlekedésre is, hiszen kedvezőtlenebbé válnak az út- és időjárási, látási viszonyok. Ezek a változások jelentik az őszi közlekedés veszélyeit. 30 nap elteltével sajnos már idei tapasztalatokat is tudnak példaként felhozni arra, miért legyenek tisztában az autósok ezekkel a veszélyekkel. Az elmúlt időszakban sajnos azt el kell mondjam, hogy a járság útjain naponta történik ilyen jellegű baleset. Szerencsére eddig súlyos kimenetelő még nem történt. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket. Ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell lenni az iskolák, buszmegállók környékén esetleg figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra. Az ősz beköszöntével az úttestre lehullott falevelek jelentős közlekedés biztonsági kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha a reggeli pára eső vagy már a csapadék miatt azok átnedvesedtek. Most már megjelentek a reggeli ködös párás időjárási időszakok, illetve nagy mennyiségű eső ugyan nem volt, viszont néhány milliméter eső igen. Ennek az a hátránya, hogy a közútra lerakódott port, vagy esetleg felhordott sárszennyeződést nem mossa le az útról, és úgynevezett nyálkás csúszósá válhat, és ha nem megfelelő gumit használnak az autósok, akkor ez csúszásveszélyt okozhat. Az elhangzottak mellett a vadveszélyre is ügyelni kell. Ősszel gyakrabban következnek be úgynevezett vadelütések, ezért óvatosabban és körültekintőbben kell közlekedni olyan útszakaszokon, ahol a vadon élő állatok megjelenésére számolnunk kell. Amennyiben haladásunk során az út következtében vadállatot észleltünk, vagy korábban ott áthaladó állatot láttunk, mindenképpen lassítsunk le, hiszen ezek az állatok általában nem egyedül, hanem csoportosan mozognak, írta a polisz.hu, hogy mindenki hazaérjen.